gyerekek, emberek, ezt a szobát estén még ki kell takarítani. Holnap lebontják az egész épületet. Mi volt ez a hely? Nem tudom, talán valami bányairoda. Mindent ki kell dobni. És mi van, ha valami értékeset találunk? Értékeset? Itt. Rejtetnek. Tudjátok, én bányász voltam. Ezek a könyvek őrzik a múltunkat, az örömünket, a bánatunkat, az életünket. Nagyon sok régi szép emléket. Ez a mi vagyunk. Az élményeink, amiket ezekből a könyvekből adhatunk át a fiataloknak, amiből megtanulhatják a őseinket tisztelni, amiből egy várost és otthont adtak neki. Na jó, hogyha valami értékeset találtok, akkor szóljon, jó, nézzük meg mindent. Egyszer az Úr Jézus és Szent Péter a földön voltak. Az idő este felé járt, amikor egy fortba értek. Mondta Szent Péter az Úrnak: Uram, térjünk be ebbe a fogadóba, kérjünk szállást. Ne menjünk be, Péter, mondta az Úr. Itt bányászok vigadoznak. Menjünk inkább tovább. De addig-addig erősködött Péter, míg az Úr bele nem egyezett, hogy a kocsmában szálljanak meg éjszakára. Csak annyit kötött ki, hogy ő fog a belső oldalon aludni. Péter bele is egyezett. Hanem, amikor lefeküdtek, a fogadóban a bányászok összesúgtak, hogy megverik az egyik jövevényt. Mivel Péter volt a szélén, a bányászok őt jó helyben hagyták. Kérte Péter az Urat, hogy maradjanak még egy napig, és neveljék meg egy kicsit a bányászokat. Az Úr ismét tiltakozott, azt mondta: a bányászokat, Péter, nem lehet nevelni. Péter viszont addig kérlelte, amíg az Úr beleegyezett, hogy a második este is a fogadóban álljanak. Most viszont Péter kötötte, hogy ő fog a belső oldalon aludni. Az Úr beleegyezett. Eljött az este, újra lefeküdtek. A bányászok azonban újra összesúgtak. Belopakodtak a szobába, hogy a jövevényeknek jól ellássák a bajukat. Tegnap a külső kapott, ma a belső kap. Kiáltották, és szegény Péter elkenték. Reggel tovább ment az Úr Péterrel. Péter zöldölődni kezdett, kérte az Urat, hogy büntesse meg a bányászokat. Hogyan? Kérdezte az Úr. Péter ajánlotta, hogy teremtsen a támfába vaséket, oda, ahol a bányászok faragni akarják. Hát jó, mondta az Úr. Legyen a támfába egy jó erős görcs, de ne vasból, mert akkor szegény bányászok nem fognak keresni, és a családjukat nem fogják tudni eltartani. Így került görcs a támfába, ami annyi bosszúságot okozott a bányászoknak, és ha faragni akarták, oda biztos, hogy görcs került. A bányában nincsenek évszakok. A napszakok sem egyebek, mint az egymás mögé sorakozó sikták. A nap itt nem hízva árnyékot, ahogy a szél sem neszez, és az eső sem szemerkél a vágatokban. Az alkonyt, hírkadatot és a füstidőt mégis számon tartja az emberi szervezet. Néhány hét után olyan biztonsággal közlekedik a vágatok labirintusába a bányászember, mintha a templom téren sétálna órával a zsebével. Az egyik vágatra a szállongó, szépportó, terhes levegő, a másikról az akácfa ácsolat friss illatra jellemző. A fejtésben megízzad, kiszállad az ember, ami terente akár jól eső érzés is lehet. A fővágatban pedig tüsszög és szenved a behúzó légáramtól, akár nyáron is. Egyik kereszteződésben a főtébe szerelt lámpa halványsárga fényudvarra ad eligazítást. Máshol az ácsolat begyűrődése, vagy egy kitartóan szuszogó szivattyú mutatja az irányt. Ahol tücskök cilipelnek a repedésekben, ott az iszapoláshoz használatos szalmát tárolták egykorra. Ahol a csótányok szaporodtak el, ott falatozni szoktak a bányászok, vagy az ételmaradékot haigálják el. Kiismerhető világ ez. Mely csupán azt tarthatja félelemben a bányászt, míg meg nem bizonyosodik felőle,
hogy az emberi leleményességen túltesz a hegyerején, és hogy a balesetek, szerencsétlenségek elindítója legtöbbször nem más, mint ugyanaz az elme, mely idő alatt, egy idő előtt akarja megrabolni a már megzabolázott hegyet. A bányász hangja érces, dolgos tenyerek érges. 8 órát tölt naponta a föld alatt, és nem tudja, ki esik vagy sikam. Éltét nehéz munkában tölti el. Szerencse fel! A szívük együtt dobban, örömben, jóban, rosszban, életveszélyes sorsban összetartoznak. Küzd a föld alatt, míg te élvezed, hogy kint süt a nap. Halálos részben is kitart, ha kell. Szerencse fel! Mindegy csillés vagy bájár, minden nap a föld alá jár. Viszi a népes le a bányába, kihozza-e még a napvilágra, ahol felszabadult szívvel énekel. Szerencse fel! Ha elindul a munkába, gyermeke homlokára, s alvó szemére könnyű csókot ad, s asszonyának, aki hozzá hű marad, kis otthonukban főzni, mosni kell. Szerencse fel! Mert bányász volt az apja, ő is a bányarabja. De hétvégéit vígan tölti el, zseppénzét egy kis sörre költi el, vagy kirándul a gyermekeivel, és nem cserélne senkivel. Szerencse fel! Megöregszik. Nyugdíjba megy, s készhez kapja a lezárt munkatára. Szeme sarkában elmorzsol egy könnyet, kérges kezét búcsúra nyújtva úgy válaszol, ahogyan a szíve súgja, s nem csüggel el. Szerencse fel!